A horgászversenyek célja elsősorban, hogy görbüljön a bot, azaz mindenki a lehető legtöbb zsákmánnyal, szákjával bizonyítsa, ő a legjobb ebben a szabadidős tevékenységben. Ezúttal azonban a palotarárosi tavaknál a rendvédelmi szervezetek azt is bizonyították, értékeink óvása mellett a természet szeretete is fontos számukra. Azok a kéklámpás csapatokhoz tartozó egyesületek résztvevői, akik most meglátogattak bennünket, ezek egyben a környezetük védelmébe is szolgálnak, és szeretik a környezetüket. Tehát ezért is alakult ez a kéklámpás horgászverseny. A Hofesz megyei elnöke úgy véli, ezek a találkozások megerősítést jelentenek, a fontossági sorrend verseny nélkül is segíti a szakmai kapcsolatokat. Reméljük, ennek hagyománya is lesz majd a jövőt illetően, mert valóban jó lenne, hogyha a szolgálatokat, közszolgálatokat ellátó emberek is egymással jobban közelebbi kapcsolatba kerülnének, és erre jó módot és lehetőséget ad, úgy érzem, a szabadban való rendezvények szervezése. A kéklámpások horgászversenyének díjait természetesen a legjobbak kapták. Ugyanakkor nem feledhetjük el, hogy a méltán büszke győztesek, legyenek horgászok vagy éppenséggel fűzőmesterek és családjaik, csak nem 80-an voltak egymás segítségére.